A nyaralások, utazások időszakát éljük ezekben a hetekben. Ez érződik a kormányablakoknál is, ahol jellemzően utazással kapcsolatos ügyintézésért jönnek az ügyfelek, mondja a kormányhivatal főigazgatója. Legtöbbször az úti okmányok, személyazonosításra szolgáló okmányok cseréje válik úgymond sürgőssé az ügyfelek számára, mégpedig azért, mert utazás előtt, jobb esetben időben, néha utolsó nap látják, hogy lejárt vagy lejár a napokban. Ebben is próbálunk segíteni, a gyártási folyamat is egyébként nagyon flottul működik, ezért néhány napon belül, sokszor 3-4 napon belül megérkeznek a legyártott okmányok, de egyébként 8 nap áll rendelkezésre. Az állampolgároknak most szombaton, vagyis augusztus 3-án is lehetőségük lesz felkeresni a kormányablakokat, ha szeretnének valami ügyet elintézni. Az idei évben is lesz egy hosszú hétvége. Ez az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódik, és augusztus 17 szombattól augusztus 20-a keddig nem dolgozunk, a kormányhivatal munkatársai sem dolgoznak. De az egyetlen munkanap ebben az időben augusztus 19 hétfő lenne, és ez úgy lesz kiváltva, hogy most szombaton, augusztus 3-án dolgozunk. Természetesen fogadják az ügyfeleket szombaton, mondja Müllerné dr. Juhos Bernadett. Hétfői rendszerint működnek majd ezen a szombaton. Amelyik ügyfélszolgálatunk hétfőn nyitva van, az augusztus 3-án szombaton is nyitva lesz. Viszont úgy rendelkezett a minisztérium, hogy országosan egységes legyen szombaton a nyitvatartási idő, ez pedig 8-tól 2-ig. A kormányablakok is 8-tól 2-ig lesznek szombaton, és az összes ügyfélfogadás 8-tól 2-ig tart, tehát addig tudjuk fogadni az ügyfeleket ezen a szombati napon. A főigazgató azt mondja, érdemes átnéznünk most az okmányainkat, főleg ha utazást tervezünk, mert kellemetlen meglepetés érhet mindenkit, ha lejárt papírokkal indulnak el. Ráadásul nyáron a kisebb forgalomnak köszönhetően kényelmesebben intézhetjük az ügyeinket a kormányablakokban.